Köszöntöm Önöket, a szubjektívet látják, vendégem pedig egy történész, levéltáros, dr. Mészáros Zoltán, akit Magyarország köztársasági elnöke Magyar Ezüst Éremkereszt kitüntetésben részesített. A szokásoktól eltérően a vendéget most tegezni fogom, hiszen nagyon régóta ismerjük egymást. Szervusz, köszönöm, hogy eljöttél Szervusz, hozzánk. És üdvözlöm a hallgatókat. Ezt a beszélgetést aznap rögzítettük, amikor a kitüntetést mentél átvenni. Milyen érzések vannak most benned? Ugye még egy jó óra, másfél, és átveheted ezt az elismerést. Hát röviden szólva örülök, kicsit hosszabban szólva örülök, hogy volt, aki javasolt, és örülök, hogy volt, aki elfogadta ezt a javaslatot. Tudod-e, hogy miért kapod? Igen, volt egy indoklás, hogy a délvidéki magyarság és a szórvány szolgálatáért. Te ezt konkrétan minek tulajdonított? Tehát mi az, ami ugye a munkásságodból egy nagy súlyt kap a te értelmezésedben? Hát az én értelmezésemben a legfontosabb munkám az a doktori munkám. De az első esszékötetem is Híddíjat nyert, ezen kívül kaptam még Sinkó díjat is, de nagyon régóta nem jött már semmilyen új díj, és én nem is reménykedtem semmiben, és fogalmam sincs arról, hogy ki és miért javasolt engem erre a díjra. Kezdjük akkor egy kicsikét korábbról ezt a történetet. Bárkitől megkérdezhető végül is, hogy hogy lesz belőle az, aki. De belőled hogy lett történész? Én még nagyon régről emlékszem, rád épp az előbb beszélgettünk, hogy neked az az időszak valahogy kimaradt anno évtizedekkel ezelőtt a képes ifjúságnak írtunk mindketten. Igen. És már akkor abból az időszakból is úgy emlékezem rád, mint aki nagy, hatalmas tudású ember, palánta ember volt. Hát, ezen most lehet vitatkozni, hogy mekkora a hatalmas. Én úgy érzem, hogy ez még elég kevés. Szerény ember vagy? Azt mondják, hogy igen. És hogy kezdett akkor, hogy fordultál a történelem felé? Tehát mikor volt egy ilyen momentum, amikor azt mondtad, hogy igen, téged ez érdekel? Engem általános iskolás koromban, és nem szerettem általános iskolába járni, tehát általános iskolás koromban az állatok érdekeltek, és én akkor eldöntöttem, hogy zoológus leszek. És így kezdtem el középiskolába járni, és középiskolában pedig volt egy nagyszerű tanárom, a Király Árpád tanár úr, és ő, amikor először feleltem nála történelemből, akkor megkérdezte, hogy érdekel engem a történelem, és hogy mennék-e történelemre. És én erre azt mondtam neki, hogy nem, mert zoológus leszek. És utána megtudtam, hogy a biológián állatokat kell boncolni, és én pedig szeretem az állatokat, és nem boncolnám fel őket, és akkor ezért a zoológus-biológus dolog az elmaradt. Viszont a középiskolában ugye egyrészt találkoztam a szintén karizmatikus történelemtanárral, Kulci Andrással, és ezen kívül pedig nagyon megtetszett a pszichológia és a filozófia. Na most én egy hát viszonylag szegény család sarja vagyok, és azt nem engedhettem meg magamnak, hogy kétszer felvételizzek. Tehát biztosra kellett mennem, elsőből be kellett jutnom, mert ha nem jutottam volna be, akkor jött volna a B-terv. Az édesapám ugyanis úgy gondolta, hogy háztartási gépszerelő az egy jó munka lenne nekem. Én persze tudtam, hogy csapnivaló háztartási gépszerelő lennék, hiszen nem jut eszembe elsőre, hogy akkor a csavart most erre kell becsavarni vagy kicsavarni. És tehát biztosra kellett mennem. Akkoriban a pszichológiára nagyon sokan jelentkeztek, és igen, emlékszem arra, hogy oda tényleg csak a legjobbak juthattak be, nagyon-nagyon kellett sokat tudni ahhoz. Igen, másrészt viszont a filozófiához ott viszont sok nyelvet kellett tudni, én pedig nem vagyok egy tehetséges ember, ami a nyelveket illeti,
és akkor így lett a történelem. De engem történészként is érdekel továbbra is a filozófia, továbbra is a pszichológia, és hát otthon ilyen könyveket szoktam olvasgatni. Említetted, hogy azért nem lett belőled zoológus, mert hogy megtudtad, hogy állatokat kell boncolni. Na de, hogyha történelemről beszélünk, hát annyi szörnyűség, ami az emberiség történelmét övezte, kevés helyen tapasztalható, az nem okozott neked semmilyen megrázkódást, hogy végül is az ember mit tud elkövetni egy másik emberrel? Egyrészt nem, mert nem én követem el. Tehát azt a szegény nyulat nekem kellett volna felboncolnom. Másrészt viszont igen, tehát hogyha belegondolok, akkor igen. Tehát ez eléggé megrázó tud lenni, amit az ember az emberrel el tud követni. Nehezen vetted az akadályokat az egyetemen? Nem. Körülbelül júniusban mindig letisztáztam az egyetemet, és akkor nyáron pedig fürdeni jártam a Palicsra, tehát ahogy közeledett az este, akkor összejött egy társaság, és röplabdáztunk, és úgy a nyaraimat többnyire ilyen kötetlenül tudtam eltölteni, és az úgy nézett ki, hogy délelőtt jó hosszan tudtam aludni, utána pedig olvastam valamilyen könyvet, ami érdekelt, és a délután pedig a Palics és a röplabda. Hogyan tud itthon érvényesülni egy történész? Ugye azt látjuk a nagyvilágban, demokratikus országokban, hogy a történészek, a filozófusok, a polihisztorok véleményére, az értelmiségi véleményére adnak, kikérik a véleményüket, elmondják akár televíziós műsorokban és különféle tanácskozásokon, esetleg bevonja őket a politikum, a munkába, a szakmai részbe. Nálunk egy történész hogyan tud érvényesülni? És egyáltalán ilyen szempontból megbántad esetleg azt, hogy nem lettél háztartási gépszerelő, mert hogy ott esetleg többet lehet keresni, vagy érvényesülni, hírnevet szerezni? Nem bántam meg, hogy nem lettem háztartási gépszerelő. Nem minden a pénz, és ami azt illeti, hát egy történész érvényesülhet néhány módon, tehát lehet történelemtanár, vagy dolgozhat levéltárba, vagy lehet újságíró. Ezek eléggé szűk utcák, de hát én, hogy is mondjam, kitartó voltam, és megtaláltam a magam útját. Melyik ez az út? Hát ez a töprengő és elemezgető ember útja, aki megpróbálja a színét és a fonákját is megnézni a dolgoknak. Egyébként nekem ez nagyon könnyen megy, tehát én nagyon könnyen bele tudom magam helyezni Kossuth helyzetébe, nagyon könnyen bele tudom helyezni magam Görgei helyzetébe, és nagyon, tehát akár a hogy úgy mondjam, negatív szereplők indítékait is próbálom megérteni, és az úgymond pozitív szereplők indítékait is. Nyilván, hogy ehhez a pszichológus, filozófus véna is kell, nem? Igen, azt hiszem, hogy igen. És ez végig kísér, hiszen az egyetemben mindig az eretnekségekről írtam szakdolgozatot, a záró dolgozatom is az eretnekségekről szólt. Akkor írtam egy dolgozatot a MASPOK, ami egy ilyen ideológiai dolog volt. Akkor Pécsett, amikor doktorálni kezdtem, akkor is egy ilyen ideológia és propaganda dologba fogtam. Egy korai titoizmus propagandájával igen, foglalkoztál. Igen. Hogy került ez a látókörödbe? Hát ez nagyon egyszerű, tehát biztos, hogy ideológiával és propagandával akartam foglalkozni, és addigra már az is kiderült számomra, hogy valami nagyon nincs rendben a jugoszlavizmussal. És akkor a professzor asszony mondta, hogy
Hát ez egy nagyon nagy téma, és nem kell az egyetemen a doktori disszertációban megírni az életművemet, hanem csak egy doktori disszertációt kell írni, és akkor így szűkült ez az egész a korai titoizmusra. Egyébként azt reméltem, hogy folytatni tudom majd ezt a dolgot. Igen, erről ugyanis, beszéltünk igen. is annak, amikor könyvformájában megjelent a maga a doktori disszertációdnak egy bővített változata, ugye? Nem, az ugyanaz, maga a disszertáció. De sajnos, tehát munka mellett nem nagyon lehet kutatni. Mert hogy pedig mi a munkád lenne egyébként? Mert hogy szeretsz kutatni, azt tudom rólad, meg ugye gondolkodni, összefüggéseket keresni, ennek hangot adni, teret kapni erre, miközben dolgozol ugye a levéltárban, ott mi a munkád? Hát sajnos a levéltáraknak a problémája az, hogy nagyon sok az irat, és nagyon kevés a munkás. És ezért tehát az iratokat megnézem, számmal látom el őket, iratborítóba teszem őket, és így nem nagyon komoly kontaktusba tudok kerülni az iratokkal, mert haladni kell vele. De kielégít téged ez a munka? Nem nagyon elégít ki. Egyrészt jó, mert az ember néha csendben tud lenni, és egyrészt jó, mert néha ráfut valamilyen jó dokumentumra, de a nagyobb része ennek a dolognak, hogy úgy mondjam, favágás, tehát tehát a levéltári munkának vannak nehézségei. És hát ez egyszerűen így adódott. Hogy... Voltál tanár is, ugye Kosztolányi Gibiben, gimnáziumban tanítottál. Milyen emlékeket őrzöl abból az időszakból? Voltam általános iskolás tanár is Padén és Törökkanizsán. Most, hogy mondod, igen, tényleg. És hát én úgy gondolom, hogy kevés értelmesebb dolog van, mint tanítani. Viszont úgy gondolom, hogy a tanárokkal rendkívül hogy is mondjam, nem kegyetlenül, de rosszul bánnak. Ki? Tehát a mindenkori kormányzat, tehát egyrészt gyereknek nézi őket, és nem tartja őket rendes tárgyalófélnek, másrészt a nyakukba pakoltak most rengeteg adminisztrációt. Én úgy szűkebb társaságban föl is szoktam vetni, hogy egy órán két tanár kéne, hogy legyen, az egyik, aki tanít, a másik, aki adminisztrál, és a közvélemény részéről is tapasztalok egy meg nem értést, mégpedig azt, hogy ugye mindenki elfogadja azt, hogy a tanárnak 40 órát kell dolgoznia, és akkor ezért kell dolgozatokat javítani, és ilyesmi, és de ez nincs így, mert az a 40 óra, amit a tanár dolgozik, az több 40 óra, mint amit a levéltáros dolgozik, vagy esetleg más szakmákban dolgozna. Tehát szerintem teljesen normális lenne az, hogy a tanárok terhelését csökkentsék. És ezen kívül az iskolában, amit még nagyon-nagyon ambivalens volt a viszonyulásom az osztályzáshoz. Tehát én szerettem mindenkinek olyan jegyet adni, amilyet érdemel. Azonban ezek a jegyek úgy ültek le a gyerekekben, mintha stigmák lennének. És a szülőket rendkívül idegesítette az, hogyha a gyerekük 4-est vagy 3-ast vitt haza, mert ugye van ez a harc, hogy bejutni az egyetemre és vagy a középiskolába, és ez a dolog nincs igazán kitalálva. Veszekedtek veled szülők, gyerekek? Igen. Volt olyan, hogy bejött egy apa, és azt mondta, hogy a fia csak egy szót tévesztett el. Hát megkérdeztem, hogy melyik szó az. Azt mondja, hogy Nagy-Britannia. És megkérdeztem, hogy mi a kérdés. A kérdés pedig az volt, hogy az Antant hatalmak vezető erői. És akkor, hát ez egy kicsit igen, több, mint szótévesztés. Igen, és akkor ő még úgy elárulta azt is, hogy ő karatista. De te nem méltányoltad ekkor sem, ezért adtad fel? Részben igen.
Magánemberként most mivel foglalkozol? Mondtad, hogy olvasol, szereted a természetet, hogyan vezeted le akár a feszültségeket, vagy hát a mindennapok taposómalmát? Hát a feszültségeket nehezen vezetem le, hogy egy klasszikust idézek, az élet nem habostorta, és hát igyekszek sokat aludni, pihenni, sokat internetezek, és hát a magánügyi dolgaimat igyekszem mederben tartani, és valamennyire jelen lenni azoknak az életében, akik fontosak nekem. Vannak gyermekeid, velük igen. is olyan szigorú vagy, mint a tanítványaid? Igen, ők azt mondják, hogy igen. Ez benned egy elhatározás vagy ellenvonás kérdése? Nem tudom. Tehát én mindig küzdöttem azért, hogy valami jobbat elérjek, mint amin vagyok. És úgy látszik, hogy nehéz elfogadnom azt, hogyha valaki nem így küzd, de hát én is fejlődőképes vagyok, és akkor megpróbálom ezt is elfogadni. Maximalista vagy? Voltam, de most már úgy gondolom, hogy az elég jó, a maximálisan jó. Mi az, amit szeretnél az életedben mindenféleképpen szakmailag megvalósítani, meg mi az, amire mondjuk emberként, magánemberként vágysz? Hát, tehát most nincs egy olyan cél előttem, tehát egy cél, ami mindent überel, de mondjuk szeretném kiadni a Küszködés a síkságon című könyvemnek a második kötetét, de nincs érdeklődő kiadó. Akkor szeretnék, úgy gondoltam, amikor megcsináltam a doktorimat 2007-ben, hogy hát most már nagyon gyorsan egyetemen fogok tanítani, hát ez nem jött össze, és úgy néz ki, hogy nem is jön majd össze. Hát tehát vannak ilyen félbetörött vágyaim, például a titoizmus propagandájának a kutatása, és ezt nem nagyon sikerül elmagyaráznom senkinek, hogy ez nagyon fontos, mert hogyha a titoizmus nincs, akkor nincs az sem, ami utána következik. És magánemberként? Hát az legyen az én magán. Az legyen a te titkod, ugye? Milyen a kapcsolatod a kollégákkal, a többi történésszel itthon, vagy pedig a nagyvilágban? Hát én a maximális módon tisztelem őket, és nagyon örülök, amikor egy konferencián egy jó előadást tudok hallani. Habár nagyon érzékeny vagyok az unalomra, tehát az unalom az engem nagyon kikészít, és nem szeretem, hogyha valaki unalmas, de én a jót keresem, és hát rengeteg jó történész van, rengeteg jó munka van, amit érdemes elolvasni, sőt, több olyan is van, mint amennyit objektíve el lehet olvasni. Lehetne akkor több időt szeretnél olvasással tölteni? Ha lehetne, akkor azt szeretném, hogy az összes könyv a világon ingyenes legyen. Ez nyilván nem valósul meg, nyilván. De kívánok neked nagyon sok olvasnivalót. Köszönöm szépen, hogy eljöttél. Szívesen. Önöknek is köszönöm a figyelmet, a Szubjektívet látták, vendégem pedig dr. Mészáros Zoltán, történész, levéltáros volt.